Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Nos hát, újabb történelmi rekordokat döntöget az Orbáni infláció, hiszen a KSH legfrissebb adatai szerint csillagászati dráguláson mentek keresztül a magyar emberek alapvető élelmiszerei. Már kétszer annyiba kerül a kenyér, a vaj és a zsír, mint egy évvel ezelőtt. A demokratikus koalíció szerint az Orbáni infláció miatt már megfizethetetlen egy egyszerű bevásárlás is, hiszen utoljára a Rákosi korszakban drágult ilyen mértékben a kenyér, a vaj és a zsír. Így egyre nehezebb kifizetni a kisebb bevásárlásokat is, mert a hétszeres rezsiemelés és a minden más termékre kiterjedő általános drágulás mellett egyre kevesebb pénze marad az embereknek az alapélelmiszerekre. Ráadásul az Európa rekorder áfa miatt az Orbán kormány még nyerészkedik is az Orbáni infláción. Csak az Európai Uniós pénzek hazahozatala és a magyar gazdaságba vetett bizalom visszaszerzése biztosíthatja a drágulás megállítását, ám ezeket a feladatokat az Orbán kormány láthatóan képtelen megoldani. Már az árnyék maradt Magyarország egyetlen reménye arra, hogy megállítsuk az Orbáni inflációt. És hát tovább fokozza a fizetésből élő dolgozók és nyugdíjasok nehézségeit az is, hogy miközben az alapélelmiszerek brutálisan drágultak, számos termék, mint például a liszt vagy a tojás, egyszerűen hiányzik a boltok polcairól, így akkor sem tudnak belőlük vásárolni, ha a fizetésnapokon vagy a nyugdíjak megérkezésekor végre képesek lennének a magyar emberek nagyobb bevásárlást is csinálni. A demokratikus koalíció szerint az Orbán infláció miatt már megfizethetetlen egy egyszerű bevásárlás is, hiszen utoljára ne feledjék, a rákosi korszakban drágult ilyen mértékben a kenyér, a vaj vagy például a zsír. Így egyre nehezebb kifizetni a kisebb bevásárlásokat is, mert a hétszeres is és a minden más termékre kiterjedő általános drágulás mellett egyre kevesebb pénze marad az embereknek, még az alapélelmiszerekre is. Ráadásul az Európa rekorddal áfa miatt az Orbán kormány még nyerészkedik is az Orbáni infláción. Csak az Európai Uniós pénzek hazahozatala és a magyar gazdaságba vetett bizalom visszaszerzése biztosíthatja a drágulás megállítását, ám ezeket a feladatokat láthatóan az Orbán kormány képtelen megoldani. Mára az kormány maradt Magyarország egyetlen reménye arra, hogy megállítsuk az Orbán inflációt. Köszönöm, hogy meghallgattak, szép napot kívánok!